Az összelehullott falevél összegyűjtése mellett ezen a játszótéren teljes homokcserét hajtottak végre a Szolnoki Város Üzemeltetési Kft. Munkatársai. Minden tavasszal a kollégák átnézik a Szolnokon található több mint 50 játszóteret. Megnézik, hogy mennyire balesetveszélyesek történt-e olyan jellegű káresemény a tér folyamán, ami indokoltá teszi a beavatkozást. Ezeket természetesen javítjuk, illetve a nagyon fontos a homokozóknak a fertőtlenítése, indokolt esetben pedig a cseréje. A gyermekek biztonsága és egészsége az első, hangsúlyozta Lics László, aki megerősítette, a játszótereken ezután sem szívesen látott vendégek az ebek. Számukra két kutya játszóteret is üzemeltetnek a város területén. A tavaszi karbantartásnak egyelőre az időjárás is kedvez. A kollégák jövő héten a kiemelt parkoknál megkezdik a gyepszellőztetést, illetve ahol szükséges, ott pedig a műtrágyázást is. A játszótereket nem csak az időjárás rongálja, esetenként a vandalizmus is gondot jelent. Folyamatos sajnos a rongálás, a játszótereink állapota sajnos nem túl jó. Tudomásul kell venni, hogy a mindenkori költségvetés helyzetéből kell nekünk is gazdálkodni. Ebben az évben azért az büszkeségüképpen el kell mondani, hogy 4 darab játszóteret tudunk teljesen felújítani. A CLLD játszóter felújítási program elkezdődött, már fizikálisan is elkezdtünk dolgozni a Mátyás Király útin, de teljesen felújításra kerül, újjáépítésre kerül a Moha úti játszótér, a Kisgerle, illetve egy gyönyörű szép új játszóteret kap komoly infrastruktúrával a Tiszaligeti játszótér.